Biztos van, kedves testvérek! Ugye, nem ez az egyetlen olyan konfliktusa Jézusnak a zsinagógai előjárókkal, vagy farizeusokkal, vagy az írástudókkal, ami azért jön létre, mert Jézus szombaton gyógyít meg valakit, vagy vízfékhez valamilyen más csodát. Valahol ugye Krisztus egész nyilvános 3 év alatt megpróbálta a zsidó népnek a gondolkodását megváltoztatni, és a gondolkodás megváltozásában azért egy nagyon fontos szerepe volt ennek a napnak a tiszteletéről szóló tanításban is. Meg kellett érteni a zsidóknak, hogy a szombat is az emberért van. Ugye nekünk megváltozott a Krisztus feltámadásának a napjában, megváltozik az Isten napjának a tisztelete, de hát igazából mindegy, hogy a szombatra vagy a vasárnapra gondolunk. A vasárnapról való gondolkodás is ugyanígy meg kell, hogy változzon az ember élete során, legalább egyszer nagyon, hogy megértse, hogy megérezze, hogy miért is fontos ez a hétről hétre való megállás, hogy mit akart az Isten elrejteni az ember életében, amikor ezt kéri az embertől. Ugye hát az alapsémát ismerjük, hogy Isten megalkotja a világot, és akkor a 7. napon megpihen. Ami nem azt jelenti, hogy Isten visszavonul, és akkor megcsináltuk, és ott hagyjuk, hanem egyszerűen az Isten maga is megáll azért, hogy lássa, hogy mekkora diadal tulajdonképpen az életnek a megjelenése ezen a világon. Isten örömét találja az alkotásában, és ezt a mintát akarja elrejteni az embernek az életében, hogy az ember hetente megálljon, és örömet találjon mindazokban a dolgokban, amit egy hétnek a fáradtságával ugye előhozott a saját életében. És aki nem áll meg ezzel a rendszerességgel, az megteheti, hogy ezt a napot ugyanolyanná teszi, mint a hét másik 6 napja, de igazából görgeti az életben maga előtt az életnek a terheit is, és az életnek a terhei között az ember nem találja meg azokat az örömöket, amelyeket amúgy a megállásaiban meglelhetne. Megtehette volna az Isten, hogy havonta ad nekünk egy ilyen napot, megtehette volna, hogy minden másnap meg kell lejárni, valahogy ez a heti ritmikusságot Isten a maga életéből, ahogy ő is megállt, így rejti el az embernek az életébe, annak az embernek az életébe, akit az Isten a saját képére alkott. És az Istenhez való hasonlóságunknak ez is egy nagyon fontos pontja. Ha Isten 7. napon állt meg és kereste meg, találta meg az életben, a világban elrejtett kezemunkájának a gyümölcseit, ebben az örömöket, ha az Isten így állt meg a 7. napon, akkor valószínűleg az embernek is egyszerűen a létezésében el van rejtve ez a heti ritmikusság. És tolhatnánk odébb, vagy tehetnénk ezt sűrűbbé, valahol mindig kilógna ebből az Isten képviségből ez a történet. A farizeusok persze tiltakoznak. Azt mondják, hogy van törvény, és a törvény azt mondja, hogy a 7. napon semmiféle munkát ne végezzél, és a gyógyítás, meg a gyógyulás is, ez is munka. Ugye az orvosok is ügyeletet tartanak, nem rendelnek vasárnap, de az ember valahol, tehát nem csak a gyógyítás, a gyógyulás is munka. És ezzel tévesztik el nagyon. A gyógyítás, amit Krisztus végez, az Istennek az egyik legjobb munkája a bűnökben megsérült világ szemében. És hogy ezt az élet fölött való gondolkodását a farizeus nem érti, hát ez az ő baja. Hogy nem látja azt, hogy az, aki az életet szerzi ebben a világban, az vasárnap pont úgy, vagy még inkább meg akarja ezt az életet gyógyítani azért, hogy ez az ember, aki ilyen sok éve betegen cipeli az életének a keresztjét és a terhét, hogy ez is meg tudjon állni, hogy ez is dicsőíteni tudja az Istent ezen a napon, ahogy addig talán a betegségnek a lelke, meg az abból származó lázadások nem engedték, hogy dicsőítse az Istent. Az asszony meggyógyulása ez bizonyára egy óriási fordulat az életében, de az evangélista nem felejti el följegyezni, hogy amikor meggyógyult, fölegyenesedett, akkor elkezdte dicsőíteni az Istent.
az ember életének a legfontosabb momentuma, az Istennel való kapcsolatunknak az egyik legfontosabb momentuma, hogy egyszerűen az Istent a maga nagyságáért, a maga alkotó tevékenységéért, azért, hogy életben, létben tart bennünket, és még mindig ad erőt, hogy megtaláljuk életünknek az örömeit, egyszerűen az Istent a puszta létért dicsőíteni. Ehhez hozza vissza ezt az asszonyt, és ehhez akarja visszahozni a mai embert. Hogy érezze az Istennek a kezemunkáját a saját életében, és találjon hétről hétre valamit az életében, ami miatt azt mondja az Istennek, hogy te vagy a legnagyobb, te vagy az én életem szerzője, gondozója és visszavárója. Amikor az ember a hetedik napon megáll, akkor egy fontos dolgot mindenképpen tesz, el kell fordulnia azoktól a dolgoktól, amellyel haszont szerez magának ebből a világból. Ez nem az életnek a hasznáról szól, mert az életben rengeteg olyan hasznosság van, ami nem ennek a világnak a gyümölcséből származik, de mindenképpen el kell fordulni attól a robottól, ami a haszonszerzésre vonatkozik. Ez volt a zsidó törvénynek az alapja is. És azon túl, hogy az ember megáll ebben a haszonszerző munkában, a másik nagyon fontos momentuma ennek a megállásnak, hogy életerőt gyűjt. Életerőt gyűjt ezen a napon, amit nyilván Istentől lehet legjobban beszerezni, hogy az Isten hogy teszi, hogy hogy tolja bele az életünkbe az élethez való kedvet és lelkesedés és erőt, meg a terhek cipeléséhez szükséges erőt. Nem tudjuk, ez az Isten titka, de hogy az Isten a hetedik napon biztos, hogy az életerőt akarja visszatölteni a lelkünkbe, az életünkbe, efelől nekem nincs kétsége. Tehát a haszonszerzéstől való elfordulás és az életerő gyűjtése. Erről szólt a zsidó törvény is, erről szól a mi életünknek a törvénye is. Az egész társadalmát a zsidóknak átszőtte ez a hetedik napon való megállás. Ez olyannyira átszőtte az ő létezésüket, hogy a zsidók a termőföldjüket is minden hetedik évben nem szántották fel és nem vetették be. Azt mondták, hogy a földnek is meg kell állni. Hét évente meg kell állni a törvőföldnek azért, hogy kipihenje magát, hogy visszagyűjtse magába azokat a tápláló erőket, amivel aztán megint hat évig képes majd nekünk teremni. Tehát ilyen szinten ágyazódott bele ez a hetedik napnak a tisztelete, hogy még a földnek is minden hetedik évben meg kellett állnia, meg kellett pihennie. Úgy gondolom, hogy itt nem arról van szó, hogy most megtartjuk a vasárnapot, vagy nem tartjuk, hogy mivel tartjuk meg, mivel szenteljük meg, mivel nem. Úgy gondolom, hogy érezni kell az életünkben azt, hogy ez egy része, az, hogy az ember oda megy a templomba, és imádkozik, és visszatekint, meg tervez, meg hálát ad az Istennek. Nyilván ez egy nagyon fontos része, de az egész napot úgy gondolom meg kell különböztetni. Hogy érezzük, hogy az Isten az életet akarja a legfontosabb kincsét tenni ezen a napon. És ennek milliónyi hozadéka, meg öröme, meg terhe is van, de az élet az, hogy létezel, hogy élsz, hogy ebben a világban találhatsz meg örömöket a világ anyagaiból, meg a kapcsolataiból, ez rengeteg járulékos és hozadéka van ennek, de maga az, hogy élsz. Az ember sokszor elveszíti az élet kedvét, de ezek a napok pont arról szólnak, hogy az Isten a maga titokzatos módján visszaviszi az életünkbe azt az érzést, hogy milyen jó, hogy élek. Hogy az összes teher ellenére, ami megjelenik az életemben, meg az összes veszteségem ellenére, amit elveszítettem, meg a beteljesült vágyaim ellenére, az milyen jó, hogy élek. Az emberrel rázudítja a világ az életnek a terheit, nekünk módszeresen, hétről hétre keresni kell, hogy mik azok a jó dolgok, amiket művel velünk az Isten egy élet során, vagy az elmúlt hét során. Mert a terhek azok nagyon készen állnak arra, hogy az ember életében mindig eltakarják az örömöket. Nekünk ez a nap arról szól, hogy az Isten vissza akarja adni az életérzésnek az örömét. Nyilván a pihenés az Isten életében is megjelenik, a mi életünkben is megjelenik, de azért a pihenés közben mindig vannak kivételek. Hogy mi az, amit egy vasárnap az embernek tennie kell? Úgy gondolom, hogy van egy része, ennek ugye az életről gondoskodni kell. A háziasszonyok tudnának erről mesélni, hogy mi munkába kerül az, hogy a család, hogyha együtt van egy vasárnap délben, akkor ott legyen étel, hogy béke legyen, mindenkinek megelégedésére szolgál. Az életet fenn kell tartani vasárnap is. De úgy gondolom, hogy mindemellett az életnek kell, az életnek azoknak az oldalainak kell diadalmaskodni, ami nem ebből a táplálkozásból, meg nem az életnek a biológiai fenntartásáról szól.
De azt gondolom, hogy az ember, nem akarok ostobaságot mondani, az ember másképp vissza meg reggel a kávéját vasárnap. Mert amikor munkába megyek, akkor megnyomom a gombot, ha ilyen modern gépen van, de gyorsan, menet közben, állva, sietve. Vasárnap az ember, már ha nem papból van, mert ugye pap vasárnap reggel így nem így kávézik, de másképp leülök. Van 2 percem, van 5 percem arra, hogy leüljek és meginjam a kávémat. Egyedül vagy a házasságomban, vagy gyerekeimmel, teljesen. Megállok, másképp történik. Mert reggel rohanok az iskolában, a munkába, de hét vasárnap megállok, és másképpen. Az ember eszik magában, útközben, kocsiban, gyorsétteremben, eszik, amit talál, vasárnap az ember leül. Leül és egy órán keresztül étkezik. Nem azért, mert egy órán keresztül kell enni, hanem azért, mert ez a lassabban kér. Tehát az életnek a kapcsolati dimenziójának helyre, és az Isten az egész világot ezzel a kapcsolati létezés alapján teremtette a maga szent háromságos működésében is, a három személy kapcsolata van, ennek a képét hordozza az ember, kérem a vasárnap a kapcsolati életünknek a helyreállításáról szól. Más a ritmus. Szóval ez egy része, hogy az ember idejön és az Istennel való kapcsolatát teremt, másképp kell a ritmus megtalálni, tehát az életnek kell diadalmaskodnia a munka fölött. Erről szól vasárnap. Az életem diadalmaskodik a munka fölött, amellyel élek, amellyel nagyon sok jó dolgot teszek, amiből előhozom az életem, a biológiai létezésemhez való szükségleteimet. A vasárnap az más. Nem a küzdelem a világgal, a létezésért, a biológiai létezésért, hanem az életnek a diadalmaskodása, az Isten diadalmaskodása a világ fölött. Ezt teszem én a vasárnapnak a megszentelésével. Az embernek ahhoz, hogy gyógyulás, hogy értékeket találjon ebben a vasárnapban, azért sorra, talán vasárnaponként is át kell gondolnia, hogy mit veszített el. Azt mondjuk, hogy az életnek vissza kell térnie az ember életében. Ahhoz, hogy visszatérjen valami, azt is látni kell, hogy mit veszítettem el. Hogy mit veszítettem el az életemből az elmúlt héten. Vagy mit veszítettem el az elmúlt hónapban, vagy az elmúlt évben. Hogy milyen kötelékek vannak jelen az életemben, amelyeket igazából tudom, hogy el kéne engedni, de nem engedtem el. Ezért veszteségeket szenvedtem, mert oda kötnek, oda láncolnak dolgok, testi dolgokhoz, a társadalmi, gazdasági dolgokhoz, a létezésnek más elemeihez. Ez az asszony 18 éve volt megkötözve. Ebből szabadul, és így lesz diadalmaskodása, az ő szabadulása, így lesz egy nagy isteni és emberi diadal az ő szabadulása ettől a 18 éve tartó kötelékből. Téged hány éve tart megkötözve egy-egy dolog? Egy-egy szenvedély. Egy-egy bűn, ami az ember életéből azért tudjuk, hogy ki kéne tenni, de azért szeretjük ennek a bűnnek az ízét, és nem tudjuk kitenni. Milyen kötelékeink vannak, amelyektől olyan jó lenne, amelyeket cipeltünk az elmúlt héten is, meg az elmúlt hónapban is, az elmúlt évben, vagy talán évtizedek által. Hogy mennyi olyan kötelékem van, amitől olyan jó lenne, ha megszabadítana az Isten. Csak az Isten az én akaratom, az én engedékenységem, az én szándékom ellenére sosem teszi meg. Ez az asszony nagyon akart szabadulni. És Isten is ott volt a maga akaratával, az ember, az asszonyban is ott volt a szabadulásnak a vágya. Ha én hordozom a szabadulásnak a vágyát életemnek a terheitől, tudnom kell, hogy az Isten készen áll, hogy ő is megszabadítson, és így megszületik az az életérzés, ami az asszonyban, hogy minden bajom elmúlik, és dicsőíteni tudom az Istent. Ki adhatja vissza nekem a szabadulásnak a kegyelmét? Ez a világ. Visszaadja az embernek a szabadulás kegyelmét? Vagy visszaadják azok az emberekkel, akikkel sikerült végleg elrontani a kapcsolatomat? Sokszor senki sem, és semmi sem adja vissza az embernek a szabadulás lelkét, de nekem a lelkem, az életérzésemnek egy nagyon fontos színe. Érzem, hogy én független vagyok ettől a világtól. Hogy ami az életemben igazán lényeges és igazán fontos, azt az Isten tartja fönn az én életemben. És Isten pedig szabadságra alkotta meg az embert. Ebben a szabadságban választhatjuk a rosszat is, és választjuk is sokszor, de nekem érezni kell, hogy az Isten visszaadja vasárnaponként a szabadságot a lelkembe, és élhetek ebből a szabadságból jobban a következő napokban. Amikor megszabadít az Isten azoktól a terhektől, amelyek összebékózzák a lelkemet,
hogy örülni tudjon a saját életének. Az ember a közösséget keresi, és a közösségnek, az összetartozásnak azért nem csak ilyen jó pontjai vannak, hanem vannak nagyon fontos terhei is. Azt is át kell gondolnom, hogy mi tart engem össze egy másik emberrel. Összetartozva vagyon is, mert az ember, ha közösen cipeli ugye a hitelnek a terhét, akkor ebből ez is egy kötelék. De hát nem ezek a legjobb kötelékei ugye az ember életének. Ádám, amikor az Isten számon kéri, hogy mit tettél, akkor azt mondja, hogy hát az asszony adta. Hát ez egy könnyű védekezés volt, de látjuk, hogy ők közösen követték el a bűnt, és ettől nem lett jobb az életük. Két embernek a közös bűne a sosem hoz létre egy olyan állapotot, amiben megszületik a boldogság. Próbálkozunk néha csalni ezen a téren, a saját életünkben, közösen bűnt követni el egy másik emberrel, sosem szüli meg az ember életének a boldogságát. Ezt láttuk már az első emberpár életében, és ez azóta is így volt, és a mi életünkben is így lesz. Az összetartozásunkat elsősorban a bűnön kívüli, a jóságnak a területén kell megkeresni és megtalálni. Isten erre indítja az embert. Az jó Isten jó embert alkotott. Meg kell keresni a lelked mélyén azt a jó embert, akit az Isten beléd rejtett az anyád méhében, és ebből a jóságból kell olyan dolgokat előhozni, ami összeköthet téged egy másik emberrel, és ez az összetartozás visszaadja az életnek a lelkületét, az életnek a lendületét, még akkor is, hogyha már olyan sok éve vagy hónapja nem érezted ezt a lelkesedést a másik emberrel való összetartozásban. Hiszem, hogy az Isten elég nagy ahhoz, hogy lehetetlennek tűnő változásokat is előhozzon az életünkbe. Csak meg kell keresni életünk mélyén azt, hogy az Isten hogyan akar engem összekötni, összetartozóvá tenni egy másik emberre. Az embernek van egy eredendő hivatása a teremtettségénél fogva. Ez eredendő hivatása az, hogy összekösse a maga emberi világát az Isten világával. Ez az embernek a királyi papsága. Krisztus a maga papságában részesít kiemelt embereket, kiválasztott embereket a papszentelés által, de minden ember részesedik Krisztusnak ebben a papságában. Az a dolgod, hogy a te életedet, amit én nem tudok, egy másik pap se tud, hogy a te életedet fölajánld és összepróbált kötni életednek a dolgait, az eseményeit, az életedet, összepróbált kötni Istennek a létezésével. Amit az ember felajánl a saját életéből, azt az Isten megáldja és megáldott módon adja vissza az ember életébe. Olyan áldások jönnek létre az életünkben, ami egészen mássá tudja tenni az életről való gondolkodásunkat. A te papságot. Amikor az ember elfelejti ezt a hivatását, akkor cipeli a saját életének a gondjait, és mindig azon töpreng, hogy ő vajon hogy tudná megoldani életének a nehézségeit. És az ember cipeli ezt a kérdést magával, hogy hogy tudnám én az életemet megoldani, jobbá tenni, elveszíteni az életnek a keserűségét. Az ember mindig magában próbálja ezt hordozni. A papság elveszítjük ezt az eredendő hivatásunkat, hogy életem minden dolgát, nem csak az anyagi természetű dolgokat, talán azokat is, az életemnek minden más fontos momentumát odaadjam, hogy odat próbáljam tenni az Isten kezébe. Higgyétek el, hogy az Isten nem akar semmit elvenni az embertől. Azért kell, hogy felajánljuk, hogy az Isten megállhassa az életünknek ezeket a felajánlott dolgait, és visszaadhassa úgy, és amit az Isten megáld az életünkben, az egészen másképp működik. És vannak olyan dolgok, amit az embernek nem elég egy életben egyszer odaadni az Isten kezébe, hogy áld meg jól, és aztán én élek ebből 50 évig. Nem elég egy házasságot egyszer oda tenni az Istennek a kezébe, és azt mondani, hogy arra számítok, hogy ebből az egyszerű felajánlásból 50 évig jól fog élni valakivel. Nem fogok. Nekem ezt a házasságot minden héten, minden hónapban, minden évfordulón vissza kell tenni az Istennek a kezébe, hogy Uram, áld meg! Nem megy jól! Uram, áld meg! Hozz ki bennünket, engem vagy bennünket azokból az állapotokból, ahol már csak az egyformaság, a szürkeség, a hétköznapiság, a konfliktusoknak a terhe árnyékol be. Azt gondolom, hogy talán nem hiszünk eléggé. Hogy talán nem hiszünk abban eléggé, hogy az Isten erősebb mindenféle földi tehernél, mindenféle konfliktusból születő fájdalomnál. Pedig az Isten erősebb.
És talán nem kell várni évekig, évtizedekig, vagy halálunkig, hogy az Isten egyszer s mindenkorra meggyógyíthassa az életünket. A mai napon bezárul a katolikus egyházban az irgalmasság éve, amit egy évvel ezelőtt hirdetett a Szentatya. Úgy gondolom, hogy aki egy kicsit is figyelt az elmúlt egy évben, az sokat érzett az Istennek az irgalmasságából. Hogy minden hibánk, minden bűnünk ellenére, hogy az Isten hogyan öleli körül az embernek az életét a maga szeretetével. Azt gondolom, hogy attól, hogy bezárul az irgalmasság éve, azért holnap nem lesz kevesebb irgalma az Istennek. Arra próbálta talán az Isten elcsábítani az életünket, hogy irgalmas kapcsolatokban éljünk egymás emberi közösségében. Hogy ne legyenek olyan megtett, kimondott, vagy meg nem tett, vagy ki sem mondott bűnök a közösségeinkben, amit az ember nem vesz körül a maga irgalmasságával. Úgy is tudjuk egymásról, legtöbbször tudjuk egymásról, hogy mi a másik embernek az a bűne, amit igazából meg kéne bocsátani. Az Isten arra hívja a világ minden keresztény emberét, hogy irgalmasságban éljen. Gondold át, hogy mennyi irgalmasságot gyakorolt az Isten veled az elmúlt évben, gondold át, hogy hányszor emelt föl, hozta vissza benned az életnek a lelkületét, az életnek a lendületét, gondold át, hogy hányszor kellett vagy kellett volna irgalmasságot gyakorolnod egy másik emberrel szemben. Akinek ugyanannyi konfliktusa is, ugyanannyi terhe van emberi közösségében, mint ahogy volt egy évvel ezelőtt, az semmit sem értett ebből az irgalmasságból. De az év bezárul, de a lehetőség nem. Arra indítok mindenkit, hogy gondolja át a kapcsolati életét, hogy tegye szenté az összetartozást legalább ezekben a vasárnapokban, engedje, hogy az Isten irgalmas legyen az ő életével kapcsolatban, és ezáltal legyen irgalmas ő is ezekben a közösségekben, mert az irgalmas szeretetben való összetartozás valóban jobbá és boldogabbá teszi az ember életét ezen a világon, és ez az irgalmas Isten a maga irgalmassága által fogja fölemelni és boldoggá tenni az életünket az ő országában. Amen.